Jó estét, tisztelettel köszöntöm neked. Újhely István első vendégünk a mai Egyenes Beszédben, aki az MSZP Európai Parlamenti képviselője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm. Nem ezért hívtuk, de hadd gratuláljak először is azért, hogy bizottsági alelnök lett ismét, ez a Közlekedés és Turizmus Bizottság az Európai Unióban. Ez jelent valamit Magyarország számára, hogy ott ül bizottsági alelnökként? Remélem, hogy igen, az elmúlt 2,5 évben is betöltöttem ezt a tisztséget, és a sok párti bizottság tagjai ismét bizalmat szavaztak, nekem egyhangulag támogattak. Mind közlekedéspolitikában a magyar közlekedési szakma, az áruforozók, a személyszállítók, a vasúti és az összes többi érdekképviselet rendszeresen nálam van, én közvetítem, artikulálom a véleményüket Brüsszelben, és a turizmussal kapcsolatos nagy szeretetemet és nagy lelkesedésemet az pedig ismerhetik az ATV nézői. Nincsen hét, hogy a saját Facebook profilomon vagy valahol máshol, akár az hát ATV-ben. Ismerhetik, hogyha követik. Hát kövessék hát, a Facebook profilomat, hát, és akkor látnak minden. Munkahely teremtés, ez az egyik kulcsszó a turizmusban, és azt gondolom, hogy ebben Magyarországon nagyon-nagyon sokat fogunk tudni együtt tenni a brüsszeli hatóságokkal és a magyar önkormányzatokkal. Nem feltétlenül bizottsági alelnökként, de élte egy kezdeményezéssel a magyar busz balesete kapcsán, ötletet kapva az európai szabályozás szigorítása, az európai biztonsági protokoll átnézése ügyében. Mire gondol? Ez pontosan a Közlekedésbizottság alelnökeként tettem meg ezt a kezdeményezést ma, hogy az ATV igencsak friss, hiszen néhány órával ezelőtt írtam a bizottság tagjainak és az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztosának, abból az apropóból, hogy a tragikus hétvégi buszbaleset után éppen az érintett busztársaságnak a vezetőjének olvastam egy nyilatkozatát, ahol ő azt mondta, hogy mostantól ő, bár nem kötelezi erre semmi, nem fog elindítani új buszt, hogy ne tenné kötelezővé a sofőröknek, hogy a busz utasai felé egy ugyanolyan biztonsági protokollt, egy bemutatót megtartsanak, mint ahogy ezt a repülőgépeken megszoktuk. És ezt tenni általános is kötelező? És ezt tenném, egyeztettem a szakma nagyon-nagyon sok tagjával ma és tegnap. Egyébként fel is hívtam az érintett társaságnak is a vezetőjét, és ezt szeretnénk egy általános, ha nem is kötelezettségé, nem akarunk új jogszabályokat, költségeket jelentő programokat indítani, de egy általános, elfogadott programként elindítani, mert hogyha tudja az ember, hogy hol van a poroltó, tudja az ember, hogy hol van a kalapás, tudja, hogy hol a menekülő útvonal. Én, aki ezerszer utaztam ilyen buszokkal, soha meg nem néztem ilyesmit. Ennyi tapasztalat, ennyi következtetésünk legyen, és ez közlekedésért is felelős bizottsági alelnökként azt hiszem, hogy ez kötelezettségem. Nem tudom elképzelni, hogy ebben nem lenne támogatásra Brüsszelben. Na hát akkor lesz támogatás, az a másik téma, az a visszajelzés, nem tudom, hogy mennyire támogatás. Kapott támogatást Brüsszelben, vagy sem, hogy most ezt hogy éli meg. Kérte az Olaf jelentés kiadását. Nem tudom, hogy magától az Olaftól, vagy az Európai Bizottság illetékes szervezetétől Olaftól tudta kérni, és kapott egy választ, amely válasz nem arról szólt, hogy tessék, Újhely, itt van. Igen, én múlt héten azzal fordultam az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, miután a kormányzatunk, itthon a fideszes politikusai azt mondták, hogy ők ezt nem tehetik nyilvánossá, nem mutathatják be a közvéleménynek a teljes jelentést, csak szemezgettek belőle a saját szájuk íze szerint, mert hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal rendelkezik ezzel a jelentéssel. Ekkor fordultam én a hivatalhoz, hogy adják át nekem, és én majd nyilvánosságra hozom. Ehelyett a válasz az volt, itt van előttem az angol nyelvű is, és a magyar fordítása is, ez is megnézhetik a Facebook profilomon a ATV nézői, az a válasz teljesen egyértelműen, hogy nekem nem adhatják át, nem adhatják oda egyetlen egy LP képviselőnek se, viszont megküldték, felsorolják azt a 6 intézményt, akiknek megküldték, benne a magyar legfőbb ügyészségnek és az Olaf csalás elleni koordinációs szolgálatának Magyarországon, ami a NAV, tehát a kormány szervének az egyik osztálya. Ezek a hatóságok, mondja a levél, ezek a szervezetek dönthetnek arról, hogy miképpen teszik azt nyilvánossá, azt mondja szó szerint a levél, hogy neki kell dönteniük arról is, hogy a jelentés esetleges nyilvánosságra hozása milyen hatásokkal járhat. Nyilvánvaló tehát, hogy a Fidesz és a kormány végig hazudott az elmúlt hetekben. Emlékezzünk vissza, ők erről nem akartak erről a kérdésről beszélni. Decemberben a brüsszeli politikai berkekben járatos Politico című magazin
hozta nyilvánosságra nem a magyar kormány, hanem a Politico írt arról, hogy van egy ilyen jelentés. Aztán kiderült, hogy ez december 6-án vagy 7-én kapta meg a magyar kormány Brüsszelből. Így van, nagy csend volt körülötte, nagy csend volt. Ehhez képest, tehát már ott volt az ügyészségen, ott volt a magyar kormánynál. Ehhez képest, amikor a Politico megírta, utána, ha jól emlékszem, Lázár miniszter úr tartott Dírrel Dúrral egy sajtótájékoztatót, vagy éppen államtitkára Csepregi úr, nem tudom melyikőjük, ahol elkezdtek neveket sorolni, és visszafele mutogatta 2010 előtti időszakra, csak éppen nem emlékeztek meg arról, hogy ez a jelentés bizony, most már minden folyosói pletyka szerint nagyon súlyos megjegyzéseket fogalmaz meg, és tár fel problémákat a 2010 utáni kormányzat. Ez és azért lesz izgalmas, mert hogyha ennek ebben igaza van, és ez így lesz, akkor nagyon sok mindenkit hazugságba ránt. Tardós Istvántól Csepregi Nándorig, Kovács kormányszóvivőtől Lázár miniszterig. Szerkesztő úr, ön tudja a legjobban, és az ATV néző is, nincsen más Magyarországon, mint egy kommunikációs kormányzás. A boszorkány konyhában közpénzek milliárdjaiból okos szakemberek ülnek, és azt mondják, hogy huha, kaptunk egy ilyen jelentést, most azonnal toljuk át a problémát az ellenzék asztalára, jelentsük be, hogy az évszázad csalása, bűncselekménye, amihez nekünk, mint kormánynak nincsen közünk, csak a volt kormányzatnak és önkormányzatnak. És csak ebbe belebonyolódtak olyannyira, hogy nem számoltak azzal, hogy mi európai parlamenti képviselők és az MSZP fővárosi szervezete nekiugrunk ennek, és követelni fogjuk a teljes jelentés nyilvánosságot. Csepregi Nándor, nem mondom, hogy nem kifejezetten teátrális módon, ma elballagott a főpolgármesteri hivatalba, és átadta Tarlós Istvánnak a teljes Olaf dokumentumot. Legalábbis ellentmondásban voltak. Ezügyben tartott egy sajtótájékoztatót, hogy ezt ő megtette, és ott azt mondta, most ez egy új jelen, bár említettek ilyesmit már, hogy nem az a baj, hogy nem hozhatják nyilvánosságra, hanem az a baj, hogy a dokumentumra az uniós belső adatvédelmi szabályok az érvényesek, tehát ez alól kell a magyar kormánynak, vagy a főügyészségnek felmentést kapnia. Ehhez képest itt van a levél, ami Kerekperec közli, hogy a magyar kormány vagy az ügyészség ezt nyilvánosságra hozhatná. De a cselszövés az ott bonyolódik, hogy múlt héten még Lázár úr azt mondta, hogy kizárólag az Olaftól függ, hogy ezt nyilvánosságra lehet-e hozni. Utána most látják azt a levelet, amit én megkaptam az Olaftól, elkezdtek takarózni a legfőbb ügyészséggel, hiszen tegnapi vagy mai hír az volt, hogy a nyomozásra tekintettel nem hozhatják nyilvánosságra. Akkor milyen jogon tartott sajtótájékoztatót a kormányzat, vagy Tarlós István ezekkel hetekkel ezelőtt, bemutatva azt, hogy a korábbi időszaknak milyen bűnei vannak ebben az ügyben, és ehhez képest, hogy Csepregi úr ma elsétált a fővárosi önkormányzathoz, ehhez képest ma az ügyészség meg azt mondta, hogy senki nem hozhat nyilvánosságra semmit, mert nyomozati anyagokat tartalmaz. Ezt tudom idézni, Fazekas Géza mondta, hogy a legfőbb ügyészség szóvivője, és úgy szól, hogy a büntetőeljárási törvény szabályai szerint a nyomozás iratai csak a nyomozás végén lesznek az ügyben érintettek számára teljes körűen megismerhetők. Tehát ez nem arról szól, hogy részletekben nem hozható nyilvánosságra, hanem az anyag teljessége nem lesz megismerhető a nyomozás végéig, ami ugye számtalan kérdést vet majd fel, mert hogyha részleteket ismerünk, mely részleteket nem. Szerkesztő úr, ismerjük a gépezetet, a kormánygépezetet. Itt nincs másról szó, mint hogy takargatni valója van a Fidesznek. Pontosan érzik, hogy szorul a hurok, hiszen eddig az Olaf jelentéseket nem tartották annyira fontosnak. Emlékezzünk vissza, hogy igen magas körök, rokoné szálait vizsgálta az Olaf. És ehhez képest egyetlen egy ilyen jelentésről nem tartott Lázár úr sajtótájékoztatót, hogy melyik oligarha a Fidesz kormányzat körül milyen európai csalás elleni hivatal által feltárt cselekményben érintett. Most hirtelen szemezgetve a jelentésből megpróbálják a korábbi kormányzatot, önkormányzatot bemártani. Képviselőt, hogyan tovább? Van egy ilyen papírja, angolul-magyarul, amely papír arról szól, hogy hát voltak éppen megismerhető, azt Magyarországon akarná. De senki nem akarja Magyarországon azok közül, akik ezt megismerhetővé tehetik. Azt mondta ma a kormány, hogy abban az ők most újból levéllel fordultak az Olafhoz, és kérik az Olafot, hogy adja írásban nekik, hogy ők ezt kiadhatják. Ez egy időhúzás, látszik, hogy nem tudtak ma más kitalálni. Én ma délután ismét levelet írtam az Olafnak, amelyben jeleztem számukra, lefordítottam a kormány mai sajtótájékoztatóját, szó szerint, és ehhez képest kértem állásfoglalást az Olaftól. Nagyon-nagyon-nagyon rosszul érzem magam ilyenkor Brüsszelben, mert gondolja el, hogy ön ott ül, a csuda se tudja melyik tagország állampolgáraként, egy nagyon magas tisztségben, egy ilyen hivatalban, és csak azt látja,
hogy teljesen szokatlan módon a hazai politikai szereplők egymásnak dobálják a labdát, miközben egy normális európai demokráciában mindenhol, Romániától Németországig, ilyenkor, hogyha az Olaf feltár egy ilyen cselekményt, akkor a helyi ügyészség abban a pillanatban elindítja a nyomozást. De még ezt sem tudjuk, hogy ez megtörtént-e itthon. Akkor annyit tudunk, valami van. Annyit tudunk, hogy miután a kommunikációs gépezet luftot rúgott, azek után az ügyészség bejelentette, hogy akkor nyomozás mégiscsak elindul Lázár úr feljelentése nyomán. Ez az egész ügy bűzlik. Az egész ügy bűzlik, és én állampolgárként és európai parlamenti képviselőként is követelem, hogy legyen kint az asztalon minden időszaknak minden egyes feltárt az Olaf által megnevezett eseménye, és akkor tudjuk eldönteni, hogy valójában mi történt. Az miért van, hogy az Olaf jelentések az európai parlamenti képviselőket is titkosak? Ezt mi magyarázza? Ez ma felberült bennem és a kollégáinkba is, hogy a csoda vigye el. Hát az önök szervezete a parlamenté tulajdonképpen, hát igazából a bizottságé. A bizottság, nem a kettő egymástól nehezen elválasztható, egymás alá fölé, mellé rendeltségében működő szervezet. A szerkesztő kimondta a választ. Az Európai Parlament szervei bármelyik anyagába én betekinthetek. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács, miután a tagországokkal van, a nemzeti kormányokkal folyamatos napi aláfölé rendeltségi együttműködési viszonyban, ezért ilyenkor rendszeresen azt válaszolja, de nem csak az Olaf, hanem mondjuk például, amikor a regi igazgatósághoz fordulunk, a regionális fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben, ugyanezt válaszolják nekem, hogy forduljak a tagország kormányához, mert minden adat, egy-egy szerződés, egy-egy távlatos terv, minden adat. Hát az Európai Unió a normalitásra van felkészítve. Ezt akartam mondani, hogy nem arra vannak felkészülve, hogy egy európai parlamenti képviselő otthon a saját kormányával kell azon szkanderozzon, hogy valamit megismerhessen, hiszen elvileg én, és én ezért is indultam el Brüsszelbe, elvileg én azért vagyok ott, hogy az országomat képviselve a kormánnyal, pártállásától függetlenül, lehet, hogy ő a kormány, én az ellenzékből való vagyok, de ott kint azért dolgozunk, hogy nekünk magyaroknak legyen jobb. Így ezt nehéz megtenni. Na, de a kormány például ezt igényli öntől, hogy a kormány partnereként az országért dolgozzon együtt vele? Akkor ezt most feltetszett dobni ezt a labdát, és csapják le az ATV nézői. Persze, hogy nem igénylik. Ennél kevésbé frekventált ügyekben sem tudunk együttműködni. A kormány hírszolgálata, a Magyar Távirányítási Iroda például a nevemet még akkor is kiszerkeszti egy-egy hírből, amikor a kormány hivatkozik rám. Ma is ez történt. Nem tudok ebben a nagyon sajnálatos, tragikus közlekedési baleseti ügyben, hogyha én szakpolitikusként megszólalok, az MTI nem hajlandó közölni. Azt válaszolták a kollégáimnak ma, hogy érdektelen a hír, hogy én ebben az európai szintéren milyen kezdeményezéseket teszek. Nincs együttműködés, képtelenség bármilyen normális, érdemi párbeszédre rászorítani a kormányt és a hozzátartozó intézményeket. Köszönöm, hogy elbeszélgethettünk ezekről. Én köszönöm a meghívást, jövök máskor is.